a nyíri mezőség egyik leghíresebb műemléke, a hazai historizáló kastélyépítészet egyik legszebb példája a Tiszadobi Andrássy kastély. Ez már a 13. század végétől a 14. század elejéig épült szamosújlaki református templom, amely jelenleg is középkori formájában áll. Egy újabb helyszín a sóstói erdő, ezt szintén nem kell bemutatni senkinek. Közös jellemzőjük, hogy mindhárom a megyei értéktár része. A Lajstromról készítettek egy pillanatfelvételt tavaly decemberben, amelyet fotókkal illusztrálva egy minőség kiadványban összegeztek, azért, hogy a megyébe érkezők képet kapjanak arról, milyen értékeket tartanak fontosnak az itt élők. Ezt a könyvet mindenképpen szerettük volna, hogy ne csak magyarul, hanem angol nyelven is mutassa be ezeket a csodákat, hiszen hogyha egy ide látogató ezt kézbe veszi, akkor azt hiszem, hogy sokkal többet tud meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, mint amennyit talán ő gondolt. És ezt szerettük volna, hogy ezzel egy picit talán a turizmust is tudjuk erősíteni itt a megyében, és fejlődni a figyelmet arra, hogy bizony rengeteg olyan dolog van, amit meg kell, hogy tudjunk mutatni, és rengeteg dolog van, amire mi büszkék vagyunk. A Csordásné Szikora Erzsébet szerkesztette kötettel az értékgyűjtő munka fontosságára is szerették volna felhívni a figyelmet. A szerdán bemutatott könyv a kulturális és épített örökségek mellett a természeti, művészeti, ipari és gasztronómiai értékeket is bemutatja. Az egyik szerzőnek, Bene Jánosnak nem volt egyszerű dolga, amikor a javaslatokból és egyéb információkból egységes szöveget kellett létrehoznia, hiszen a könyv terjedelme adott volt. Úgy kellett csinálni, hogy minden egyes értékről 1000 karaktert írni. Na most ez nagyon nehéz, hiszen ugye Bessenyi Györgyről könnyű írni, hiszen óriás irodalma van. De mondjuk a Milotai Dió az M10-esről már nehezebb összegyűjteni, és úgy összegyűjteni, hogy azért ez információt is adjon, valamennyi érdekes is legyen, azt majd a kedves olvasó eldönti, hogy ez sikerült-e vagy sem, de lényeg, hogy egységesre kellett összeszedni az információkat ahhoz, hogy ebből egy ilyen fajta könyv legyen. A fotókat készítő Csutkai Csaba az eseményen Sebő Ferenctől idézve kiemelte, a hagyományt nem őrizni és ápolni, hanem megjelni kell. A művész sokan dolgozott együtt kollégánkkal, Kéri Péterrel. Az ő elmúlt 35 évben készült televíziós munkáinak gyöngyszemei szintén bekerültek az értéktárba. Ez idő alatt több mint 100 alkotása készült a megye értékeiről. Ezek között nagyon sok olyan film van, ami természeti jellegű, tehát a természettel foglalkozik, néprajzzal, történelemmel, helytörténettel. Ezek a kedvenc témáim. De emellett vannak portréfilmek és más jellegűek is. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mi általunk elérhető technikával, a televíziós technikával is ott legyünk ezeknek az értékeknek a megőrzésében, a továbbadásában, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segíthet azoknak, akik ilyenkor kaphatnak kedvet arra, hogy mindezt tovább vigyék. A könyv, amelyet első körben 500 példányban jelentettek meg, egyelőre a megyei önkormányzatnál érhető el, de a turisztikával foglalkozó szervezetekhez és az értékgazdáknak is szeretnék eljuttatni, akik közül többen a bemutatón is jelen voltak. A kötetből később újabb kiadás is készülhet.